Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit, Gyimót Éva vagyok. 100 éve született Szekszárdon Mésző Miklós, a centenáriumi évben számos rendezvénnyel, színházi előadással, kötetekkel emlékeznek meg a város híres szülöttjéről. A rendezvénysorozat szoborállítással zárul 2022-ben. A megnyitóhoz kapcsolódott a Vosinczky-Mór megyei múzeum rajzpályázata is, melynek keretében Mésző meséjére készítettek a gyerekek illusztrációkat. 100 esztendővel ezelőtt született Mésző Miklós, a II. Világháború utáni magyar próza meghatározó képviselője. Szülővárosához, Szekszárdhoz mindig is hű maradt, írásaiban több esetben köszönnek vissza itteni élményei vagy helyszínei. Mésző több generáció számára jelentett és jelent egyfajta irányt, és saját alkotásaikban igazodnak a mester által kijelölt úthoz. Szekszárd mindig is jól bánt azoknak emlékével, akik meghatározó személyiségei voltak, és ebben Mészői különleges szerepet tölt be. Az idei esztendőt az író tiszteletére emlékévnek minősítette a város, és számos rendezvénnyel emlékezik majd meg róla, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, mely az emlékév megnyitását jelentette. Szekszárd megyeigó város önkormányzata közvetlenül és a bizottságaink keresztül 13 millió forintot biztosít az emlékév méltó megünneplésére, és ez már az előkészületek a tavalyi évben elkezdődtek költségvetésből, és azt kell megemlítenem, hogy teljes konszenzus, teljes egyetértés alapján folytatódik az idei évben is, és hát természetesen a 2021-es költségvetésben is ennek lesz sora. Az a célunk, hogy méltóképpen az esemény rangjának megfelelő ünneplést tudjunk lebonyolítani. Az emlékév lezárásaként 2022-ben szobrot avat a város, az alkotói pályázat hamarosan napvilágot lát. Szolád Dávid irodalomtörténész, a Mészői 100 emlékév koordinátora méltatta azt a különleges bátorságot, mely Mészői Miklós írásait jellemezte. Hivatkoznak rá, számos alkalmat kihasználnak arra, hogy beszéljenek Mészőről, és elismerjék az ő jelentőségét az irodalomtörténetben, de ez talán olyan helyzetet eredményez, hogy Mészői lesz az a szigorú, idős, nyugalmazott ezredes a 6. emeletről, akiről mindenki beszél, de közvetlenül bekopogni hozzá kevesen mernek. Mert annyira nagy a híre, olyan a híre, és nem biztos, hogy közvetlenül hozzá lehet fordulni, de lehet hozzá, tehát nagyon érdemes bekopogni és benyitni a Mészői szobába. Kiderül, hogy nem egy szoba, hanem sok. És nagyon különbözően vannak berendezve. A Mészőinek az szerintem a legnagyobb érdekessége, hogy egészen különböző műfajokban és egészen különböző stílusokban alkotott remek műveket. Tehát az a típusú író volt, aki sosem nyugodott bele a már elért sikerbe, hanem újat próbált. Nem az az író, aki újabb és újabb bőröket húz le a már bevált recept alapján ugyanazt és ugyanazt, azokkal sincs semmi baj. Persze, ő mindig újított, zavarba hozva a kritikát, a fogadtatást. Az emlékév számos kötet, színházi és bábszínházi előadás létrejöttét eredményezi majd. A Mészői centenárium bár ugye most január 19-en elindult, de pont a helyzettel való szembesüléssel azt gondoltuk, hogy tavasz végén előbb programokat nagyon nem fogunk tervezni, tehát áprilistól tervezzük az első érdemleges programot itt Szekszárdon. Ezt követően nagyon reméljük, hogy be tud úgy sűrűsödni, hogy és olyan sokrétű programot fogunk tudni nyújtani a többi intézmény, illetve városi cégnek a szervezésével karöltve, hogy a város lakókat is mindenféle módon meg fogja érinteni. Természetesen a hagyományos programjaink, a Mészői Miklós emléknap, amit most a Mészői Egyesületnek a kérésére és az önkormányzat ugye a helyzetet akceptálva támogatta ezt, május 19-ére került át. Maga a Magas Iskola Író Akadémia, ami szokásosan
júliusban van, szintén júliusi időpontra került megrendezésre, de ezt kiegészítve rendkívül sok könyvbemutató, irodalmi séta, inkább itt azt lehetne talán mondani típusok szerint, hogy maga az új Mészőtanyához például milyen programok kapcsolódnak, felolvasó estek, irodalmi séták, három új könyv fog megjelenni itt Szekszárdon Mészőj Miklóshoz illeszkedően az ő munkásságát bemutató, illetve kiállításnak a katalógus, ami majd novemberben várható színházi események, közte bábszínházi előadásokat is szeretnénk helyi résztvevőknek a közreműködésével. Már csak azért is, mert ezt talán kevésbé tudják, de Mészőj Miklós az 50-es években a bábszínházban dolgozott dramaturgként, tehát az ő életének egy, megint csak egy kiemelkedő időszaka volt. Én azt gondolom, hogy a tervezett programmal, illetve Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának a finanszírozásának köszönhetően nagyon színvonalas programoknak nézünk elébe. Nagyon bízom benne, hogy ebből lehetőség szerint minél több meg is fog tudni valósulni. Két könyvet tervez kiadni, két olyan megkezdett folyamat betetőzéseként mondható ez a két könyv megjelenése, ami az elmúlt évek Mészőj hagyományának építésének szerves része volt. Az első kötet egy valamikori pályázatnak a kiadása, a Mészőj mesékből dramatizálta, pályázatot hirdettünk meg, erre számos olyan dramatikailag földolgozott mészőmese variáció született, ami méltó arra, hogy kötetben jelenjen meg. Ezt a kötetet tervezzük kiadni. Ennek az igazi jelentőségét abban látjuk, és azt tervezzük, hogy eljutassuk olyan iskolákhoz, ahol működik az önképzőkör, ahol működnek színjátszókörök. Mészőj mesét akkor lehet tanulni, lehet rajta keresztül a színjátszásról ismerkedni a gyerekeknek, és ezt nagyon fontosnak gondoljuk. A másik kötet az a mészői hagyományhoz úgy kapcsolódik, hogy Szekszárdon most már a 8. évben tervezzük meg a Szekszárdi Magasiskola Íróakadémiát. Ez az Íróakadémia kezdeti nehézségek után egyre jelentősebbé kezd válni. Ugye nagyon szívmelengető szembesülni azzal, hogy azok a hallgatók, akik valamikor itt bátortanul kezdték az írói pályát, mára már szerzőkké váltak, több kötetes szerzőkké, jeles szerzőkké, tényleg hosszan se lehetne sorolni ezeket az alkotókat. Úgyhogy a kötet a két nagy társaságból állna össze, az összes olyan alkotó, író ember, aki a magas iskolában, mint oktató szerepelt, ők tőlük várunk szövegeket, illetve azoktól a hallgatóktól, akiket a szerkesztőség méltónak tekint arra, hogy bekerüljön, és itt tényleg már a bőség zavarával kell küzdenünk. A centenáriumra a Vosinszky Mór megyei múzeum rajzpályázatot hirdetett a megye általános iskolásai számára. A felhívásra 14 iskola 141 tanulója küldött be pályamunkát. Adorjáni Endre szobrászművész, a zsűri elnöke arról beszélt, a mese az erkölcsi nevelés része. Azért is tisztelet ezeknek a gyerekeknek, hogy ugye nagyon fogyasztói mentalitásban nőnek föl, és mégis képesek ők is teremteni. Nem fogyasztó, nem csak nézik a rajzfilmeket, nem csak hallgatják a meséket, vagy olvassák, hanem képesek a maguk érzelemvilágával és intellektusával reagálni ezekre, és szinte újból birtokba veszi a mesét azzal, hogy azonosul a szereplővel, és most nem mondok nagyot, hogy tulajdonképpen az erkölcsi nevelés egyik hatékony módszere lehetne a mese feldolgozása, vizuális feldolgozása, mivel erkölcsi normákat tanít, élet megoldások, nagy feladatokban megoldások, a szeretet, a kölcsönös segítés, a tisztelet jegyében, és mert ugye mindig nyer a jó, nagyon nem bukik el a gonosz, hanem csak tanul belőle, tehát, és nagyon meg kell küzdeni az eredményért, aminek a eleinte még talán önbizalom hiányában indul neki a legkisebbik fiú,
és mégis sikerül, és mindig vannak segítőtársai, és ez egy életmodell. És a gyerek mi máson nőjön föl a sok kondicionál, nem éppen pozitív kondicionálás közepette. A Mészöly Centenárium nyitó programjának befejezéseként az író szülőházánál lévő emléktáblán helyezték el a tisztelet és megemlékezés koszorúit a városvezetői, a Mészöly életmű őrzésével foglalkozó civil és szakmai szervezetek képviselői. Miklósi M. Ödön szekszárdi festőművész rajzolta meg Mészöly Miklós szüleinek, Molnár Sándornak és Molnár Sándorné Szelszi Jolánnak portréit. Az író Molnár Miklós néven született, 1947-től használta apai nagyanyja családnevét írói névként. Az idei év első hónap műtárgya apropója, hogy Mészöly Miklós 100 évvel ezelőtt, 1921. január 19-én látta meg a napvilágot. Éppen ezért díszítheti ezekben a hetekben a Vosinszky-Mór megyei múzeum folyosóját az író szüleinek portréja. Az édesapa ekkor már jelentős személyiség, a Szekszárd-Bátai Árvízmentesítő Társulat főmérnöke, igazgató főmérnöke, felesége Szászi Jolán pedig egy tekintélyes ügyvédlánya, tekintélyes szekszárdi ügyvédlánya, 1918-ban házasodtak össze. És amikor ez a két portré készült a 30-as években, pontosabban 1936-30-ban, akkor még talán idilli képet mutat a házasságuk, és az akkoriban készült fényképek. Van egy családi fotóalbum ebből az időszakból, amikor Molnár Sándor vásárolt egy fényképezőgépet és családját is, és az ár területen lévő védműveket, szivattyútelepet, töltéseket is fényképezte, és hát a családja fényképezése volt a másik. Tehát, hogy egy ilyen idilli világ alakul, vagy tükröződik ezeken a fényképeken. Molnár Sándor és felesége portréja 1930-ban készült. A férfi arcképe az aláírás tanúsága szerint augusztusban, a Benedek völgyben valószínűleg a Molnár tanyán készült. A rajz kidolgozottsága, finom részletei arra utalnak, hogy a festő műtermében készítette el a rajz végleges változatát. A sárga felöltős és kalapos férfi portréjának leghatásosabb részlete a férfi kissé melankolikus tekintete. Molnárné Szászi Jolán arcképén is a szem, a tekintet a domináns. A divatos frizurájú, sötéthajú asszony hatalmas kék szemei mosolytalanul, szinte riadtan néznek a szemlélőre. Fedetlen vállát és mellkasát légiesen gomolygó fehér, áttetsző muszlim borítja. A kendő jobb oldalán két rózsa látható, alóla pedig átsejlik kék ruhájának keskeny sávja. Valószínűleg azonban ekkor már, vagy talán a kezdeteknél sem volt azért súrlódásmentes ez a házasság. Az édesapa református hídben nevelkedett, egy református tiszteletes gyermeke, aki műszaki pályára ment, mérnöki oklevelet szerzett, és egy ilyen talán az érzelmeit kevésbé kifejező ember lehetett. Az édesanyja pedig egy ilyen elvágyódó, ilyen kicsit vidéki bovariné jellegű, aki a polgári leányiskolában nagyon szépen zongorázott. Ezért tehát, hogy zongoraművészi vágyai voltak, és ez végig kísérte az egész, a zongora végig kísérte az ő egész életét. És talán ez az elvágyódás és ez a szigorú mérnöki ember házassága az a 30-as évek közepére kellőképpen megromlott. Mészöly Miklós említi is, hogy az ő 10-es éveinek közepén az édesanyja öngyilkosságot kísérelt meg, talán épp azért, mert lelepleződött, hogy máshol kereste a boldogságot. Miklósi M. Ödön, szekszárdi festőművész, először az iparművészeti iskolában tanult másfél évig. Majd Vajda Zsigmond festőművésznél képezte magát. Tehetsége hamar megmutatkozott, több iskolai díjat is, ösztöndíjat is nyert, másodéves korától állított ki a műcsarnok tárlatain. 1980-ban fejezte be tanulmányait, utána ismét Szekszárdon élt.
1913-14-ben olaszországi tanulmányutat tett. 1922-ben meghívták Hollandiába, ahol nagy sikert aratott festményeivel. Több jelentős Tolna megyei személyiség reprezentatív portréját készítette el a vármegye és a városháza számára. Tisztviselők, nemes urak, adott esetben főispánok portréit festette meg. Érdekessége ezeknek a portréknak az miközben a realista portréfestészet hagyományait követi, a színei olyan hihetetlenül élénkek, amik meglehetősen szokatlanok még ebben a korszakban is. Tehát ugyan a főispánt még a hagyományosabb színvilágban festi meg, de Aponyi Sándor portréja, Bezerédi Pál portréja, illetve még más tisztviselők, jelentős személyiségek portréi nagyon-nagyon színesek kialakulnak. Ellentétben a pasztelportrékon, amik munkásságának megint csak nagy részét jelentették, hiszen ez volt az a megfizethető képzőművészeti alkotás, ami a város közönségének is megfelelt. A város számos lakójáról rajzolt arcképet, tehetős polgárokról és szegény emberekről egyaránt. Ezeket a pasztelrajzokat finom, harmonikus színvilág jellemzi, a modellek személyiségét is érzékletesen bemutató portrék miklósi emberábrázoló tehetségéről árulkodnak. A múzeum gyűjteményében jó néhányat őrzünk, és nagy szerencsénkre Mészöly Miklós hagyatékával is érkezett két portré, Mészöly Miklós édesapjá és édesanyjá is, amit most kiválasztottunk a hónap műtárgyaként. Egy nagyszabású, három évente megrendezésre kerülő kulturális esemény, amely kezdetben az egész Dunavidéket, majd Európa több országát is szinte szó szerint népviseletbe öltöztette. Egy az értékeket megőrző és az azokat bemutató rendezvény, amely nélkül hosszú évekig elképzelhetetlen lett volna hazánk és az öreg kontinens esemény naptára. Ez volt a Dunamenti Folklore Fesztivál. A Babits Mihály Kulturális Központ idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából a legendás fesztivál előtt tiszteleg. Színes népviseletek, felvonulások, táncbemutatók, távirati stílusban így lehetne összefoglalni, hogy mi is jellemezte a baja, kalocsa, valamint szexárd szervezésében megvalósuló rendezvényt, a Dunamenti Folklore Fesztivált, amely szakértők szerint is az egyik legnagyobb és legjobb kulturális események egyike volt. A Babits Mihály Kulturális Központ idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából a legendás fesztivál előtt tiszteleg, amelynek kezdeteiről, emlékezetes pillanatairól, valamint megszűnésének okairól a szervező munkában korábban aktív szerepet vállaló Matokné Kapási Juliannával és Szabadi Mihállyal beszélgettünk. Hát maga az első rendezvény az 1968-ban volt. Tudni kell, hogy a magyar kultúrának egy nagyon nagy erőssége a folklorkutatás, és volt itt a Tudományos Akadémia keretében működő csapat, dr. Martin György, a Pesovár testvérek, András Salvi Bertalan, és a körülöttük működő emberek, és volt mellette a Népművelési Intézet, ahonnan csak egy nevet mondok, Vásárhelyi László. Ezek az emberek voltak a szellemi kitalálója annak, hogy a világon működő jelentős nagy nemzetközi folklórfesztiválok mintájára itthon Magyarországon is kellene folklórfesztivált szervezni. Hogy három városban zajlott egyszerre egy időben, mindegyik város maximum 10 együttest hívott, vagy annyit, amennyire a pénztárcája futotta. Az együttesek lehettek testvérvárosi együttesek, lehettek egyéb kapcsolatból fakadó meghívások. Ezek az együttesek a városokban laktak, tehát itt lakott 10, Baján lakott 10, Kalocsán lakott 10, és mindenütt megvoltak ugyanazok a közmeddisi formák, hogy milyen fellépések, milyen tartalmak vannak. És ezeket gyakorlatilag majdnem minden település egyformán megcsinálta, hogy volt kiállítása, hogy volt műsora, művészeti bemutatója, ahol az együttesek részt vettek,
hogy volt fesztiválklubja, hogy volt ökumenikus miséje, hogy volt népi zenekarok találkozója, vagy kórusok, akik népdalokkal foglalkoztak, azoknak a találkozója. Tehát nagyon sokféle forma volt, a Magyarország legjobb folklor fesztiválja marad. Magyarország első CIOF fesztiválja volt, ugye az UNESCO-nak a világszervezete, a fesztivál szervezők világszervezete ez a CIOF, és Magyarországon akkor ez a fesztivál kapta meg azt a rangot, ami gyakorlatilag nem pénzbeli támogatás volt, hanem ahogy már Miskács is beszámolt róla, hogy egy szakembergárda tudott ráfigyelni a világ minden részéről, hát mi a közép-kelet-európai részhez tartoztunk a CIOF-ban is. Az esemény mindig nemzetközi volt. Ha belegondolunk abba, hogy fél évszázaddal ezelőtt a 60-as évek végén rendezték meg az első Dunamenti Folklórfesztivált, joggal merül fel a kérdés, hogyan lehetett egy ilyen többnapos programot a világháló, az elektronikus levelek kora előtt megszervezni, amikor jó részt csak a posta állt rendelkezésre és a telefon. A rendszerváltás előtt a közművelődésnek, amelyik magába foglalta az ilyen rendezvényeket is, volt egy szervezete, volt egy rendszere. Volt egy népművelési intézet, voltak megyei művelődési központok, voltak járási művelődési központok. Ezek között az intézmények között állandó személyes telefon, levél, hát ami akkor rendelkezésre állt, személyes munkakapcsolat volt közöttünk. Úgyhogy ez volt az egyik, a belső vezérforral, a másik pedig, hogy mondjam, például a Népművelési Intézetnek, vagy a Tudományos Akadémiának voltak személyes kapcsolatai. Tehát a tudósok a tudósokkal, a közművelők a közművelőkkel, fesztivál szervezőkkel állandó kapcsolatban voltak. És tudtuk azt, hogy melyik együttesek járnak fesztiválra. Mert mi például a magyar együttesek jártak Zakopánéba, jártak Gannába, Strasznicén, tehát végigjárták ezeket a fesztiválokat, és kapcsolatok alakultak ki. Gyönyörű, hagyományos produkciók jelentek meg. Itt, hogyha az emlékeinkre visszagondolunk, akkor én is sorba tudnám sorolni azokat a kiváló produkciókat, mit tudom én, ragyogó bolgár együttesiket, akik egészen hátborzongatóan hagyományosak, eredetiek tudtak lenni, de ilyenek voltak a lengyelek, a gorálok, akik megjelentek itt, de aztán jöttek más területről is együttesek, jöttek olaszok, például szicíliaiak, de még spanyolok is jöttek. Az volt az első, az 1981-es nagy Dunamenti Folklórfesztiválon a feladat, hogy Miska bácsiék megtervezték, vagyis a Népművelési Intézet és a hozzátartozó szakemberek, hogy Tolna megye egészen mutatkozzon be, és akkor Szabadi Mihály készített olyan koreográfiákat, akkor készült a híres nagy sárközi karikázó, amiben váraljai, alsónyéki, bogyiszlói, szekszárdi, decsi, őcsényi, tehát minden olyan hagyományőrző együttes, aki sárközi karikázót táncolt a saját tájegysége szerint, azok részt vettek ebben. Ahogy teltek az évek, a fesztivált egyre többször érintette meg a változás szele, nem a szó legjobb értelmében. Sőt, az 1989-es rendszerváltás egyenesen fordulópont volt. Szétesett az a rendszer, amelyik eddig ezt létrehozta és működtette. És hát, hogy mondjam, mondjuk ki a realitásokat, azt, hogy korábban a működtető települések meg a megyék között nem volt igazán, hogy mondjam, harmonikus együttműködés. Tehát nem akarom a túlsóféléket megbántani, de Kalocsa meg Bácskiskun megye se tudott mindenbe egyet érteni. De Kalocsa meg Szekszárd se tudott mindenbe egyet érteni, de Tolna és Bácskiskun megye se tudott mindenbe egyet érteni. Az, hogy mégis együtt dolgoztak, az úgy volt, hogy végül mindenki akarta ezt, és akkor
és akkor elhatároztatott, hogy hogy legyen. Teljesen felbomlott az a fajta rendszer, ami működtette a 90-es évekig ezt a fesztivált. Akkor kénytelen volt a három település egy közalapítványt létrehozni, a Nemzeti Művelődési Intézet táncosztályának a koordinálásával. Ennek a közalapítványnak Héra Éva lett az elnöke, és hát sokan dolgoztunk benne. Gyakorlatilag a financiális oldalt koordinálta, illetve próbálta egyensúlyba hozni, mert nem minden településnek volt egyforma pénze, nem minden akkori polgármester támogatta úgy, ahogy kellett volna ezt a formát. Tehát nagyon emberfüggő volt, és nagyon szakemberfüggő volt. Igazából jött az a fajta politikai háttér, hogy Baja kezdett kihátrálni, ő 2005-ben ki is hátrált, és az utolsó Kalocsával együtt véghez vitt fesztivál az 2008-ban volt. Aztán elhalt a fesztivál. Elhalt a fesztivál, és akkor most itt az álom meg az állam találkozik. Mert abban az időben, ha úgy tetszik, az állam akarta, hogy ez a fesztivál legyen, és egyetértett a céljaival. Ma nincs, aki ezt akarja. Beszélgető partnereink szerint a jövő sem tartogat sok meglepetést, azaz szinte biztos, hogy Szekszárdon a 2008-ban megrendezett Dunamenti Folklórfesztivál volt az utolsó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!